Tamás, ne legyen nevetséges, amikor a Promenád, nem tudom, 5 vagy 6 cikkel foglalkozott ezzel a kérdéssel, amikor Bálint Gabriella megnyilvánul, sőt, amikor Krupicer és Kis Andrea is a Promenádban nyilatkozik az ügyről, akkor azért ezt nem mondják, hogy ebből mi csinálunk politikát. Jó, miért csinált volna bárki itt politikát ebből? Tamás, tehát ez annyira szánalmas, ez ugyanolyan szánalmas, mint amikor bennünket vádolnak azzal, hogy mi háborúba vinnék valakit, akik önök háborúba visznek katonákat, és akadályozzák azt, hogy a közgyűlés döntése alapján mi kifizessük a katonáknak a támogatást. Önök beszélnek arról, hogy ki akar migránsokat betelepíteni, 100 000-vel telepítik be a migránsokat, és vádaskodnak. Teliplakátolják az országot azzal, hogy nem a szankciókra és szankciópártra az ellenzék, miközben Orbán megszavazta az összes szankciót. Ez ugyanolyan hazugság. Amikor 5 lejárató cikket írnak ebben a témában, akkor azt állítják, azt meri hazudni itt nekem, hogy mi csinálunk ebből politikát. Hát komolyan mondom, a szemtelenségnek nincs határa. Ki kért ebben a kérdésben felszólalást? Bálint Gabriella. Hát nem, bocsánat, ami itt elhangzik, az politika. Amikor a városvezetést támadják valamiért, amihez semmi köze. Amikor Bálint Gabriel nem tudja megmondani, hogy milyen szabályzatot is ki nem tartotta be. De azért támadni azt jól esik neki. Amikor vezetés felelősségében beszél. Amikor hullák úsznak a lakóparknak a tavába, akkor miért nem reklamált Bálint Gabriella? Akkor miért nem csinált ebből ügyet? Azért, mert politikai ügyet csinálnak belőle. Azért. Jó, tehát nagyon szeretném, ha önök legalább olyan tisztességgel dolgoznák, végeznék a munkájukat, mint a mostani kollégáim. Nagyon szeretném.